Márciusban múlt 95 éve, hogy átadták a megyaszai házat. A létesítmény hamar Nagykanizsa ikonikus épületévé vált, majd később éveken keresztül elhagyatottan kihasználatlanul állt. Az utóbbi másfél évtizedben ismét a városi kulturális élet egyik központja lett. A számos építészeti stílusot ötvöző épület a második világháborút megelőző időszaktól kezdve sokáig a vidéki színjátszás központja volt, majd évekig otthont adott a város moziának. Horváth Gábor csak nem egy évtizedig vezette a helyi filmszínházat. Szerinte a kanizsai mozi párját ritkította, és nem akadt olyan ember a környékről, aki nem mozizott volna az intézményben, ahol a korszak legsikeresebb filmjei mellett a magyar alkotások is kiemelt figyelmet kaptak mindig, mindig, mindig fontos volt a moziba járás. Több százezer ember volt évente a moziban, 442 helyes volt a nagy terem, 600 férőhelyes volt a kertmozi, csináltunk egy 80-as stúdiót, a stúdióba bevezettük a délelőtti előadást, volt matinénk, három előadás volt esténként. A mozi bezárását követően az épület évekig nem látta el funkcióját, 2006-ban viszont ismét kinyitott régi fényében tündökölve, elnevezésével építés előtt tisztelegve. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója úgy véli, hogy az épület minden nagykanizsai kultúrafogyasztó számára különlegesnek számít, és ennek igyekeznek megfelelni a színházi előadásokkal, illetve a további rendezvényekkel. Az intézményvezető szerint ma már a kanizsaiak többsége meggyasszai házként és nem a régi moziként hivatkozik az épületre. Ma már nem kell odaírni, hogy a régi mozi épülete, mert mindenki tudja, hogy hol helyezkedik el a meggyasszai ház. Ez egy ékszer doboz itt a város szívében, hiszen egy csodálatos park ö, veszi körül, és ö, az sem mellékes, hogy a, a keleti szárnyban egy jól működő étterem is helyet kapott, és szívesen jönnek az emberek a különböző kamaraszínházi előadásokra, a retro kávéházi estékre. A Megyasszai Ház fontos szerepet játszik a jelenlegi zajló tavaszi művészeti fesztiválon, hiszen a szervező koncertekkel és különböző előadásokkal várják az érdeklődőket, kultúrafogyasztókat.